Mázár János építési és közlekedési miniszter meglátogatta az új szekszári uszoda építési területét, és fontos információkat kért a művezetőktől, valamint a helyi képviselőktől. Érdeklődött például a korábban már lehelyezett szerkezetek állapotáról és minőségéről, a határidőről és az eddig felmerült nehézségekről is. Néhány évig a fölfüggesztések, a Covid és a rossz döntések miatt szünetelt a beruházásnak a folytatása, illetve az építkezés. Most azért jöttem, hogy megnézzem a munkaterületnek az átadását. Most a tárcánk átvette ennek a beruházásnak a befejezését, tehát termentesítettük Szekszárdváros polgárait attól, hogy megépítsék, és attól is termentesíteni akarjuk, hogy majd üzemeltessék ezt az uszodát. Még a Modern Városok programban állapodtunk meg az uszoda megépítésében, és most mintegy 3,5 milliárd forintos többletköltséggel be fogjuk fejezni ezt. Fontosan tartja, hogy ha kisebb megyei jugóváros is Szekszárd, azért a lehetőségekhez mérten gyarapodjon és fejlődjön, ehhez járul hozzá az új úszoda befejezése. Én azt gondolom, hogy egy megyei jugóvárosban egy modern, jó minőségi úszodára a sportélet, illetve az utánpótlás nevelés és az egészségmegőrzés miatt, a mindennapos testnevelés miatt is elengedhetetlenül szükség van. Remélem, hogy 2025 tanévkezdésre most már készen leszünk. Most a kivitelező átvette a területet, zajlik a fölmérése mindannak, amit tapasztalnak, mi pedig, mint megrendelő, ki fogjuk belőlük taposni, hogy 25 szeptemberben el is készüljön az uszoda. Nagy dolog, hogy egyáltalán meg tudjuk menteni ezt a beruházást. Ehhez kellett a képviselőtársaknak, illetve a szekszári önkormányzatok a nyomása is. Mint az ismeretes, az építést néhány hete kezdték meg, a munkálatok folyamatosan zajlanak.